Na hát ebben az évben valószínű, hogy ez az utolsó ilyen hínármentesítés. Ez már azért van lassan a szeptember vége. Nem is olyan rossz már a helyzet. Nem olyan vastagon van igazából, csak így a tetejére van felülve pár szál hínár. A többi az, nem tudom, hogy már vagy leült az aljára, vagy ahogy szedtem évközben, már nem tudott újra megnőni olyan nagyra. És most itt akarok egy kicsit horgászni a stégen, de előtte azért... Na, mibe akadtam el? A francba. Hát, ezt nem hiszem el. Mehetek be csónakkal. Hát, ez kész. Na jó. Mindig van valami. Tehát ez a stégválasztás itt ezért volt jó, mert soha nem unatkozom. Itt aztán mindig meg kell küzdeni a horgászatért. Nem csak úgy van, hogy simán kijövök, berobom, húzom a halat. Mindegy. Csónak is szárazon van. Annyira kicsi a víz a tóba, hogy ez a kis kikötő, amit kialakítottam itt a stég mellett, ez szárazra került. Pedig hát normál esetben a stégtől egy 10 cm-re kéne lennie a víznek. Most már legalább egy méter hiányzik a tóból. Hát sajnos ez van, ilyen aszályos időszak van. Ez nem csak itt ezen a tavon probléma szerintem, hanem a legtöbb magyarországi tavon ez most jelenleg így van. De minden igaz, akkor most jön az eső. És megpróbálom vízre tolni a kajakot. Hát mivel, hogy nincs itt víz, most lejövök. Meg tudom tolni. Hát máskor itt ugye bőven vízben van a kajak. Hát most ez az idény, ez így alakult. Hát itt 20 cm-es a víz. Hát ez nagyon durva. Hát még nem is láttam itt. Igen. Hát jó, hogy könnyű lesz kiszedni legalább a hínár kiszedőt. Ez mégis a... Hát jövök a túloldalára, akkor végképp nem lesz gond. Vele, legalábbis remélem. De a kis jött. Nem tudom, hogy mi lehet itt, amiben felakadt. Mindegy. Minden lére, akkor még ki is fogom tudni húzni. Hát úgy látom, hogy nagyon nincs sok értelme egy hínát szedni. Kétszer-háromszor csónakkal kibejövök. Szét is tudom tolni annyira, hogyha hal lesz, akkor kihúzom, meg legfeljebb, mert csónakkal bejövök. Fárasztom, de hát ezen simán át lehet húzni a halat. Összeállítom az etetőanyagot, van itt egy kis, még a tiszai féderezésből megmaradt egy kis etetőanyag, ezt lefagyasztottam. Abból szórok bele. Van itt mindenféle ilyen horgászboltba vásárolt mag, főt, kukorica, búza, kendermag van benne. Ebből is szórunk bele. És csemege kukorica. Ez is még a féderezésből maradt, meg ezt is leszoktam fagyasztani. És mivel, hogy még mindig 20 fok közelében van a víz, ezért úgy gondolom, hogy az a maradék elrészett kukorica még tökéletes lesz. Arra, hogy elhorgásszam itt.
szórjuk egy kis por aromával, ilyen ananászos, szkopexes téma. Na tehát, itt van ez a csali, 5 darab erjesztett kukorica, 4-es forog, bevonatos fonott előke, egy jó, majd egy méteres lítkor, 120 g-os ólom, és 35-ös a főzsinór. A strapabíró nagyon jól bírja itt ezt a terepet, pedig aztán van minden, bőven van a vízben egy kagyló, hínár, nád, régi akadók, stb. Úgyhogy ezzel a 35-össel nem volt problémám. Előtte próbálkoztam itt ilyen 25-ös főzsinórral, hát az nem igazán bírta a strapát. Hát nagyon kicsi a víz, azért megpróbálom. Ezt augusztusban azért ugyanígy fogtam a halakat, ugyaninnen, de akkor azért be volt állítva ide a hal, volt etetve bőven ez a hely. És most hát igen, csak kicsi a víz. Aha. Hattyúk épp most szállnak föl itt a csónak mellett. Nem is oda hangja van a szárnyának, nagyon kemény. Na, oké, egyik volt bent, a másikat valószínű, hogy oda a hínársáv elé fogom behúzni. Itt is ugyanolyan mély a víz, mint itt. Láttam ott is halmozgást bőven, úgyhogy csak még most, amíg itt a csónakkal foglalkoztam. Na, nézzük. Keresünk itt valami mélyebb részt. Ez itt kemény végig. Aha, na hát ez itt ez jó lesz. Igen, na ez itt tökéletes, itt még mélyebb, mint a nád előtti részen is. Van egy kis minimális iszap a mederfenéken. Ráöntjük. Ez a tölnye szépen felhősít is. Remélem, hogy ez az ananászos aromás por ez szépen fog dolgozni, és ide csalogatja őket. Na, megint repülnek a hattyúk, és mind a kettő. Szuper. Botok beélesítve, behúzva, úgyhogy most már csak a kapásra kell várni. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ilyen körülmények között lehet-e fogni itt egyáltalán. Hát körülbelül egy ilyen 40-50 centis vízbe raktam le ott a nád előtte a szereléket. Itt talán egy ilyen 70-80 centis víz volt. Úgyhogy hát kíváncsi leszek rá, hogy így napközben ilyen kis vízben kijön-e a hal oda, eszik-e. Meglátjuk. Szép húzós kapás érkezett. Úgy érzem, valamint dörzsölődik a zsinór. Lehet, hogy ott a... Na, ott ugrott a halam, úgy néz ki. Hát jónak tűnik. Mindenképpen rámegyek a csónakkal. Zsinórt, úgyhogy megvan még a hal, még egyet próbálok lökni rajta is. Aha, ez az. És biztos, hogy itt a... Na, talán le is jött a zsinór az akadóról. Aha.
Ha, ott van, hú, az szép lesz. Na, talán most ez az megvan, a miénk lesz. Hát egy nagyon szép pontja, úgy látom. Hú, hát nem egyszerű itt azért a csónakkal bejönni, úgyhogy egy kézzel tartani a botot, másikkal tolni be. Hát egy nagyon szép pont. Talán ez lesz idén a legnagyobb, amit itt sikerült fognom. És próbálom szákolni. Oh, és kiugrik, azt az eget nézd meg. Mint az amúrok. Igen, rutinos már. És most kezdi el a műsort. Szákolásnál. Még mindig nem akarja, hogy megszákoljam. Szépen forgatja a csónakot. Na, most elindult a hígnál felé. Hát ez jó lenne, hogyha nem. Ha nem gabajodnál bele teljesen. A végén lefordítja magát, úgyhogy gyere csak onnan kifele. Hát ez jó kis fárasztás. Ez nem adja meg magát olyan könnyen, mint azok a kis másfél-két kilósak, amiket itt eddig fogtam. Itt ugye a tetején 4 kiló, 4,5 kiló volt, ez szerintem azért annál több lesz. És mindig van ereje megindulni. Csak a vízbe. Na, majd talán most. Sikerül közelebb húzni talán. Ez az. És megvan. Oszt az eget. Na. Hú, hát ez nagyon szép hal. Legalábbis itt, amit ebbe az évbe fogtam, ez nagyon szép. Na, ki is megyek meg, megmérem a súlyát, hogy mekkora lehet, hát olyan 6-7 kilóra tippelek körülbelül. Belakom ide az olmat is. Kiszerem a horgat a szájából, hogy szétszaggassa. Még viszem ki. Szépen ide oldaltakat neki. Hát ez nagyon jó akadás volt. Ez az. Na hát a csali ötszem elriasztott kukorica volt. Hat és fél kiló. Na hát, ha jól tippeltem, akkor 6,5 kiló a súlya. Ebben az évben itt a tavon a legnagyobb pontja, amit sikerült fognom. Na hát ez már igen, itt kezdődik valahol a halacska. Nagyon szép. És vissza. Kicsit hagyom, hogy magához térjen. És utána elengedem. Hát, ha jövőre sikerülne visszafogni, mondjuk már ilyen 10 pluszos környékén, nem tudom, mekkorát tudnak nőni a pontyok egy év alatt. Jó. Elkezdett úszkálni, úgyhogy magához is tért.
Na viszlát. Viszlát jövőre. Na hát felszerelést össze is pakoltam már, kint van a kocsival minden cuccom. A pecát be is fejeztem mára. Ilyen 9 óra környékén húztam be a két szerelést, és a szerencsére egy ilyen másfél órával később itt a hínár előtt egy szép 6,5 kilós pony föl is vette az egyik csalit. Hát egy ilyen jó 10-15 perces fárasztás után ott a hínár előtt csónakból sikerült is megszákolnom. Hát most mielőtt még kipakoltam volna a cuccot, bementem csónakkal és megszórtam itt kukoricával ezt a hínár előtti részt. Holnap valószínű, hogy jövök ki reggel és próbálkozok újra. Úgyhogy hát remélem, hogy holnap is egy hasonló méretű pontjal tudom majd zárni a napot. Úgyhogy most ezzel így véget is ért a mai peca. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és hát holnap folytatása következik. Sziasztok!